A Duna Európa egyik legjelentősebb folyója. Értékes élőhely, ami sokféleképpen járul hozzá jólétünkhöz. Az emberi terjeszkedés miatt a folyók töltések közé szorultak. Az egykori árterek helyén szántók, települések és ipari területek jöttek létre. A szabályozás előtti időkben az ártereket sokféleképpen hasznosították. Élőviláguk gazdag és különleges volt. A folyók szabályozása főleg az áradások megelőzése miatt történt, de ez a vizek gyors levezetését eredményezte. Ma már világos, hogy a víztöblet okos kezelése ugyanolyan fontos, mint az áradások okozta károk elkerülése. A Duna vízgyűjtő egykori árterein a biológiai sokféleség drasztikusan csökken. Egyes részein nő az árvízveszély, máshol aszály fenyeget. A folyók medre mélyül. A hullámtér feltöltődik, a nagyobb árhullámokat egyre magasabb vízállások jellemzik. Miközben nő az áradások kockázata, a köztes időszakban gyakori a szárazság. Ez sokba kerül, és a természet is megsínyli. Ezek a hatások mérsékelhetők, ha visszaállítjuk a természetes ártereket. A mellék és holtágak segíthetnek a nagy árvizek levezetésében, számos faj számára fontos élőhelyek és pihenésre, kikapcsolódásra alkalmasak. A kibővített hullámtereken a tájhasználat a helyi adottságokhoz igazítható. Ezek a megoldások a társadalomnak, a gazdálkodóknak és a természetnek is előnyösek. A Danube Floodplain projekt keretében a Duna vízgyűjtő mentén több olyan helyszínt is kijelöltünk, ahol mindez megvalósítható. A természetes árterek visszaállítása fenntartható és jövedelmező megélhetést biztosíthat.